napot kívánok, ez a Kanizsa Café. Ezen a héten augusztus 20-ától Szent Istvántól, a magyar hagyományoktól és ból elindulva és merítkezve beszélgetünk. Az első két adásban Szakos Lilla és Vörös András a vendégünk, ugye a Szikrák táncegyüttes társvezetője, az Alagyöngye alapítója, táncosa, illetve András a Túri Vitézlő Oskola lelke motorja alapítója, vezetője. Két nagyon fontos kanizsai közösségről van szó. Tegnap megbeszéltük, hogy mi az, ami 20-a, és mi az, ami mondjuk a gyimesbükkiek itteni táborozásával kapcsolatosan, hiszen mind a ketten érintve voltatok abban, lélekben emelheti a mi fiataljainkat. De folytassuk is talán egy ilyennel, hiszen nem csak egy táborról beszélhetünk egy másikkal is. A héten, amikor beszéltünk, pont ott voltál, egy honvédelmi tábor. Az az érdekes, hogy egy héttel ezelőtt pont Szabadics Zoli volt itt vendégként, aki ugye ennek a, hát mondjuk úgy, hogy ötletgazdája, és hát nyilván a Holnapocska tábor révén pedig házigazdája is. Kapcsolódik talán a két lelkiség, két gondolatiság, a gyimesbükkiek itteni táboroztatása és ez a honvédelmi tábor, ami itthoni gyerekeknek szól. Bizonyára ilyen. Itt arról volt szó, hogy engem felkértek, hogy ennek a honvédelmi tábornak egy délutánját szervezzem meg, és az általunk kínált lehetőségekkel egy kicsit jól értelemben szórakoztassuk a gyerekekkel, tehát egy jó időtöltést tudjunk nekik biztosítani. Én úgy vagyok minden ilyen meghívással, hogy akkor van értelme, hogyha valamiféle élménnyel társul ez. Tehát én, ha előadást tartok nekik, akkor próbálok történeteket mesélni, és nem adatokat. Tehát, hogy élményszámba menjen az is, hogy azok a úgy szép magyar szóval sztorik, azok úgy mélyre menjenek, és egy kicsit úgy felidéződjenek, hogyha annak eljön az ideje. Ez így történt most is. Kisbus Károly alezredes úr kért fel, hogy menjünk és törődjünk azzal a 30 csemetével, aki az ország minden tájáról érkezett hozzájuk. És már önmagában a helyszín választása is öröm volt nekem, mert ők önmaguktól választották Orosztonyban a Turikopjafa, illetve ugye a harctérnek a területét, ami egy kicsit remélhetem, hogy azért is volt, mert ők a területi tartalékosok és a honvédek megjelentek már a Turi portján az idején, és jövőre is ígérik, hogy nagyobb számba jönnek, így hát ugye az idén 160 talpas vitézzel mentünk, úgyhogy ez lesz még nagyobb, tehát egyszer, ahogy reméltem, hogy egyszer majd 10 év múlva, ezt mondtam 10 éve, 9 év, vagy majd 10 év múlva, majd biztos igen jó lesz, hát lehet, hogy megérjük, hogy igen jó lesz, és akár régiós jelentőségű esemény is lehet a Turi portja. 30 legénnyel és leánnyal volt alkalmunk játszani, és ami nekem jó volt, hogy és önző módon tettéve mindezt, amikor én 5 éves voltam, édesapám adott a kezembe karikás ostort. Én nálam ott valami elromlott, ugye, mert én is adtam az én gyerekemnek a kezébe, de faragtunk csúzlit is, és nekem meg is van édesapám csúzléja, ami talán 50 éves csúzli. És én úgy készültem, hogy vittem a fűrészt, vittem a kést, vittem a bőrt, vittem a csúszdigumit, amit vásároltam korábban, és a gyerekekkel csúszdit faragtunk. És nem készen kapták, hogy az AliExpressről megrendelem a gyereknek $2 és meg is unja, hanem hogy ők faragták ott ki. Mindenki ugyanannyi újjal ment haza, mint amennyivel jött, tehát semmiféle sérülés nem történt. Ügyesek voltak, remélem a bicskáim is már előkerülnek, mind az összes, amit vittem, hogy legyen, mert alapeset még a 13 évesek nincsenek felszerelkezve ilyen eszközökkel. De rendkívül jó élmény volt látni utána is, hogy ők önmaguktól ott csinálták, lelkesek voltak, örültek neki, és úgy érzem, hogy valami történt. Nagyot ugrunk. Hogyan Szent István hagyomány, 1000 éves lelkiség és mindenfajta, ami ehhez kapcsolódik, ugrunk tovább. Hogyan folytatódik a hagyományőrzés? Előzetesen mind a kettőtökkel azért elég sokat beszélgettünk, és ez a tábor és mondjuk a Túri portja és mondjuk a 20-ai fellépés azért nem az esztendő utolsó fontos megmozdulása a részetekről, akár táncról, akár a Vitézlő Oskoláról van szó. András, kezdjük veled. Ugye te most egy bevallom őszintén, a lelkemnek, szívemnek nagyon kedves szeptemberi rendezvényre készültök, amikor egy, hát azt gondolom, hogy országos jelentőségű találkozó helyszíne lesz Nagykanizsa. Hát, hogy ez így lesz, ezt majd utána megbeszéljük. Én annak is örülnék, legyen így, adja Isten, én annak is örülnék, hogyha városi jelentőségű lenne. Az fogalmazódott meg bennem, hogy csinálhatnánk egy családi napot. Először a Vitézlő Oskola csináljon egy ilyen családi napot a magunk örömére, és mindazok örömére, akik érdeklődnek az általunk eddig hallott, látott dolgok iránt.
legyen alkalmunk beszélgetni, barátkozni, és úgy gondolja, akkor a csemetét engedje közénk. De rájöttem, hogy ha én csinálok egy ilyet is, és jól is érezzük magunkat, és de az a csemete vagy az a család nem velünk lenne a legboldogabb, akkor hát miért nem kínálunk neki más lehetőséget is, ahol lehet, hogy boldogabb. Lehet, hogy ő kis huszár szeret lenni Fonyódon, vagy éppen boxolni szeretne. Valami harcosságot magában megtalál, de azt éppen nem velünk szeretné megélni. Így aztán oda jutott a dolog, hogy a környék összes hagyományőrző közösségét megkerestem, sportegyesületeket is, művészeti produkciókkal is készülünk, és hát az eddigi meghívottak közel 500 ember lenne ott az Adi utcába, a mi oskolánkba fönt, az Aradi udvarba, hogy valamit mutassunk ebből a régmúlt idők és jelenkorunk vitézségéből, beleértve a rendőrséget, a honvédséget, területi tartalékosokat, toborzóirodával, hogy itt a gyerekeknek legyen alkalmuk a kapcsolatépítésre, legyen a vitézlő rendek, akiknek mi magunkat mondhatjuk talán, hogy egymás közötti kapcsolat alakuljon ki. Ha már ugyanott vagyunk elrontva, akkor legalább jobban tudjunk egymásról, ismerjük meg egymást, és ha tehetjük, legyünk szövetségesek, segítsük egymást adott törekvésben. Ez jól látszott a futóklubbal is például, jól látszott a Szikrákkal, jól látszott a Kanizsa zenekarral, hogyha egy évben egyszer-kétszer csatlakozunk is egy adott dolog kedvéért, már az a produkció gazdagabb lehet. Nálunk például a Mozaik Társulat ilyen még, akit nagyon szívesen látunk, és úgy egy kicsit a művészeti vezetését rájuk is bízom Nikoli Giannára, akinél pont ilyen ad-hoc jelleggel, ilyen flashmob jelleggel lesznek majd a téren versek, énekek, táncok, ott az emberek között. Tehát a színpad is úgy lesz kialakítva, hogy gyakorlatilag egy szőnyeg lesz csupán leterítve, és az emberek között zajlik a művészeti produkció, az emberek között az embereknek lesz felolvasás. Például régmúlt idők katonatörténeteiből ott fönt nálunk, egy kicsit csendesebb közegbe tudjuk ezt megélni. Aztán lesz közös étkezés, remélem. Eddig úgy néz ki, hogy azt is sikerül összehoznunk, és ott az úgy történne, hogy a vitézlő rendek közül és a fellépők közül mindenki ingyen kapna ételt, egy-egy fejébe, amit ugye osztanánk. A többiek viszont támogatás fejében kapnának ételt. A támogatás egy adomány lenne egy persejbe, amit utána megszámolnánk, és a Lilláiknak adnánk nagy szeretettel, hogy a családsegítőt ezzel támogassuk. Tehát nem mi támogatjuk, hanem mindenki, aki oda eljön, és azt az egy tál ételt egy adomány fejében elfogadja. Megszólítottál. Így van. És akkor itt most már nem csak Zalagyöngye és Szikrák, hanem akkor egy kicsit a Családsegítő Alapítványa is, mert úgy akartam mondani, hogy ha pontosak az információim, vagy ha jól tudom, vagy jól hallottam, de hát azért ezt most már szerintem el lehet árulni, hogy ti is egy jótékonysági rendezvényre készültök, nyilván köszönettel véve ezt a támogatást is. Így van, szeptember 21-én lesz a Családsegítő Központ Alapítványának, a Segíts, hogy segíthessünk alapítványnak a jótékonysági koncertje. Bocsánat, aminek Lilla kuratóriumi elnöke, tehát itt most nem néptáncosként nyilatkozik, hanem a kuratóriumi elnökeként. Itt most nem. Nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy a városban olyan együttesek és csapatok vannak, mint akik vannak és működnek, tevékenykednek. Mindenki elvállalta a jótékonysági koncerten a részvételt, így azt gondolom nagyon színvonalas műsort fogunk tudni adni. És ennek a keretében ugye azért nyilván nem titok, hogy mi sokat beszélgetünk, és a jövőben még több közös programunk lesz. Itt vetődött fel, hogy akkor ez az adománygyűjtés az alapítvány javára szólna, hiszen minden rászoruló kanizsai gyermek, fiatal, idős, család segítsége, azt gondolom nem csak ünnepekkor, ezt már többször beszéltünk róla, és nem csak a minden nap és az ünnepekkor is ott kell lennünk és segítenünk kell. Nincs, azt gondolom, hogy elég a adomány, ami ilyenkor elegendő lenne. A jótékonysági koncertnek a bevétele az természetesen 100%-osan a rászorulóknak fog menni, és ez a bevétel is. Terveink szerint egy festmény is el lesz ajándékozva. Kepe Arnoldné Cserfő Betty fogja megfesteni ezt a képet, ami majd az alapítvány
által elkészített plakáton is látható lesz, és a legnagyobb adományozó fogja megkapni ezt a gyönyörű festményt. Az adományoknak egy része ugye a mindennapokat fogja segíteni, de ugye most jönnek az ünnepek, a karácsony, ugye szeptember 21 az már arra készül, tehát az is a célunk, hogy karácsonykor a gyerekek, a rászoruló gyerekek egy kicsit gazdagabb ajándékot kaphassanak, úgyhogy lesz hova forgatnunk. Nyilván lesznek olyan adományok és felajánlások, amik nem pénzbeliek, hanem tevékenységek, az pedig szándékunkban áll természetesen megmutatni, hogy mindenki lássa, hogy hova megy ez a jótékonysági összeg, illetve adomány. Örömmel hallgatlak benneteket, és remélem, hogy a nézők is. Azt mondjátok meg, mindazok fényében, tükrében, amiről eddig beszéltünk tegnap, illetőleg a mai adás során, hogy Kanizsán megmozdult valami? Hát én azt gondolom, hogy igen, és most megint vissza kell a táborhoz mennem, mert az a 10 nap, amit a gyerekek itt töltöttek Gyümesbükkön, nagyon-nagyon sok szervezés és programból állt, és mindegyik program az felajánlás jellegű volt, és mindenki örömmel segített, akár étellel és akár gyümölcsel, akár vízzel, akár egy fürdőzéssel, ugye voltunk Zalakarosi fürdőben, ott is 80 jegyet kaptunk az igazgató úrtól, tehát mindenki hozzátesz, vagy bementünk a plakátházba, a múzeumban, kinyitották, pedig szabad nap volt, és mindenki boldogan segített. És én akkor fogalmaztam meg, hogy én azt gondolom, hogy nagyon jó helyen vagyok, és nagyon jó emberekkel vagyunk körülvéve. Első szóra jött a Túri Vitéz Lóskola, és nem, tehát bárkinek szóltunk, jöttek és segítettek mindenféle ellen szolgáltatás nélkül. Ilyenkor az ember úgy érzi, hogy jó helyen van, és jó szívű emberekkel van körülvéve, és jó volt kanizsainak lenni, és jó kanizsainak lenni. Én most is, hogy ugye folyamatában van ez a jótékonysági koncertnek a szervezése, és ugye tegnap, ez sem titok, ugye le kell adni a programot a programfüzetbe, és noha már sok-sok hónappal ezelőtt, ugye egy éve megy ennek a koncertnek a szervezése is, és a fellépőket már egy évvel ezelőtt megkérdeztük, meg fél évvel ezelőtt is megkérdeztem, de tegnap újra meg kellett kérdezni mindenkit, hogy akkor a programfüzetbe természetesen beleírhatjuk-e, mert akkor innétől élesbe megy, és mindenki azt mondta, hogy hát természetesen, hát persze csináljuk. És ilyenkor az emberben van egy olyan töltődés, és kapsz egy olyan töltődést, hogy ezt lehet csinálni, mert teszel olyat azokért az emberekért, amik számukra is jó, de neked is rengeteg pluszt hoz, rengeteg pozitív energiát ad, és azok az emberek, akik segítenek, hisz nélkülük ezt nem lehet, tehát csak egy porszem vagy a gépezetbe. Nélkülük ezeket a nagy dolgokat nem lehetne létrehozni, és azért tudok mindig a gyimesi gyerekekkel visszajönni, mert a mai napig kapok leveleket a gyerekektől, a szülőktől, valamelyik nap a tanáruk írt rám, és köszönte meg az összes szülő nevében azt, amit a gyerekek kaptak, és ez nem nekem köszönhető, hanem azoknak az embereknek, akik lehetővé tették, hogy ilyen élménydús programban legyen részük, és nagyon remélem, hogy szeptember 21-e után is ezek a gyerekek ugyanígy fogják érezni magukat. Megmozdult valami? Kérdés ugyanaz. Nehéz a kérdés. Én azt gondolom, amit a Lilla mondott, én ezzel egyet tudok érteni teljes egészében, hogy jó kanizsainak lenni. Én nekem nem voltak korábban sem túlzott rossz élményeim azzal, bármit is mocorogtam, de én most kezdek beérni, úgymond, tehát 13 év mocorgást követően kezd kiteljesedni valami, azt képzelem, úgy érzem. Kezdek felnőni valami nagyobb feladathoz talán. És én azt látom, azt élem, hogy nem a közösséget, a nagy közösséget szeretjük önmagában, hanem az egyének által szeretjük a közösséget.
És így Kanizsa szerethető, és a nagy közösség szerethető, mert az én buborékomba, akikkel én kapcsolatban tudok lenni és vagyok, ők szerethető emberek, és segítőkész emberek. Tehát én azt gondolom, hogy jó itt lenni, és hogyha te említetted többször, hogy nem politikai gondolkodásmód alapján, stb. Én nekem csak azt igazolja vissza a mostani politikai berendezkedés, hogy az van, amit látunk, tehát kisközösségekkel törődünk, nemzeti érzelmek alapján rendezzük magunkat, az utánunk jövő nemzedékben bízva. Tehát nincs mellébeszéd, az van, amiről beszélünk. És ez a kicsibe, itt Nagykanizsán, ez jól élethető, és azok a kis közösségek, azok jól megélhetik ezt a nagyobb szeretetet is, úgymond, ami esetleg mondhatjuk úgy, hogy fentről jön. Ti két olyan közösséget képviseltek, meg többet is képviseltek, de most ugye maradjunk a táncnál és a Túri Vitézlő Oskolánál, amely talán fogalmazunk bátran, igazán ennek a Szent Istváni szellemiségnek, gondolatnak a letéteményesei, örökösei, akármiről is beszélünk, a magyar múltról, most már azért hál' Istennek 1000 év van mögöttünk, tehát már a nemzet is letett valamit az asztalra. De ez látszólag ellentmond a 21. század mindenfajta globális változásának. Ez megint nem politika, pontosan tudjuk, hogy fölgyorsult a világ, pontosan tudjuk, hogy a mai gyerekeket ilyen 5-10 másodpercenként kell, hogy ingerek érjék, úgy lehet lekötni a figyelmüket. Ez is általánosító, hogy mai gyerekek, de ugye azt mondják erről a generációról, hogy ők már elsősorban ilyen villanásnyi pillanatokba tudnak kapaszkodni, és abból kell nekik egy nap 67 millió, és akkor úgy tudják az életüket élni. Amit még ti olyan dolgot csináltok, képviseltek, és a saját fiatalok által alkotott közösségetekben tovább visztek, ami meg pont ezzel ellentétes lehet, mondjuk az ilyesfajta szerintem negatív és káros globális jelenségekkel szemben azért egy-egy közösség erejével helytállni, harcolni. Ti példák vagytok erre, azért tudom ezt megkérdezni tőletek. Én azt gondolom, hogy persze haladni kell a korral, és lehet is szárnyalni. Nekem mindig azt tanította édesanyám, édesapám, és azt tanultam a nagyszüleimtől is, hogy egy valamit sosem szabad elfelejteni, hogy honnét jöttünk. És ez nagyban és kicsiben is igaz. Lehet nagyban gondolkodni, lehet globalizációban, bármiben, Európai Unióban, mindenben gondolkodni, de a magyar szívünket, a magyar lelkünket, azt meg kell hagyni, és sosem szabad elfelejteni, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez így legyen, és így is maradjon. Nagyon fontos a gyökereink, a legfontosabb, tehát építkezni sem lehet alapok nélkül, mindig az első téglát le kell tenni, sosem a tetővel kezdjük. Tető akkor lesz, ha az alap biztos és stabil. Egyetértek. Isten hív, de nem telefonon. Olvasható az egyik zalamegyei templom bejáratán, ami azt is jelenti, hogy a hit az, most ezt szerintem nem kell magyarázni, hogy Isten hív, az tök jó, hogy van telefonod, de mondjuk a templomban kapcsolt ki, és akkor talán ennyit a globális eszközökről, igen, meg arról, igen, hogy mihez kell, igen, hűnek lennünk és maradnunk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy erre a hétre, vagy legalábbis erre a fél hétre megtiszteltetek. Mivel, hogy még előtte vagyunk, amikor beszélgetünk, még egyszer mondom, péntek, érezzétek ti is jól magatokat, és legyetek büszkék a csapatotokra ott majd augusztus 20-án, akár délelőtt, akár délután a Kanizsa zenekarral közösen. Mi megnézünk, vagy megnéztünk benneteket. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Holnap már Horváth Mákos Ferenc érkezik, akivel szintén ilyen augusztus 20-ai tematikában beszélgetünk, de ő most itt nem fagyisként és nem futballedzőként és nem 1000 dolgot sorolhatnék róla, hanem fafaragóként jön, és erről beszélgetünk majd egy picikét, a hétvégi ismétlésekben pedig akár Lillával és Andrással is találkozhatnak ismét. Minden jót kívánok, viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.